napot kívánok! Egészségesnek néz ki, de úgy látom, hogy a kaszathéja be van kenve valami csávázószerrel, meg egy kicsit érzem is. Igen, úgy tudom, hogy az vagyok, de... Akkor mi a panasza, aggodalma? Félelmek gyötörnek. Mi van, ha nem lesz elég csapadék? Vagy ha hideg lesz vetéskor? Vagy megtámad valami gomba? Ez utóbbi problémán tudok segíteni? Aj, leginkább a szkleroténiától rettegek. Azt hallottam, hogy a területen, ahová el fognak vetni, ott vannak szklerócíumok a talajban. Jogos a félelme, az elsődleges fertőzésekkel szemben eddig nem nagyon volt hatékony megoldás. De most már van? Igen, van egy új megoldás. És nem járhatok úgy, mint anyukámnak a testvérei? Akiknek a szállító edénynyalábjait eltömítette a szklerotínia, aztán meg egyszerűen elhervadtak. Nem, ezt elkerülhetjük, hogyha a szilont használjuk. Némelyik testvérem meg akkor hervadt el, amikor a legszebb volt. Hiába permetezték már őket fungiciddel. Meg néhányukat a hidas permetező is kitaposta. Hát az nagy probléma, de biztosíthatom, hogy nem fog a gombabetegségek miatt elhervadni, és az időskort is jó egészségben, termékenységben fogja megélni. Nincsenek mellékhatásai? Az az igazság, hogy vannak készítmények, amiket nagyon nehezen viselek. Nincsenek, ez a Trioderma Asporeum-nak a T34-es törzsét tartalmazza. Több éves vizsgálataink vannak arról, hogy jelentősen képes csökkenteni a szklerotíniának a primér fertőzési tüneteit, és amellett, hogy a szklerotíniának a micéliumait elpusztítja, fokozza az ön vitalitását és az egészségét. Tehát ez biológiai hatóanyag? Hú, ez megnyugtató. Igen, 10 kg per hektár dózissal tudom fölírni, és vetéssel egy menetben mikrogranátum szóróval kell majd kijuttatni. Van adapterünk, menni fog. Már egy 5%-os fertőzési nyomás mellett is 7-8%-kal képes növelni a termés mennyiségét, és emellett az olajtartalmat is. Hú, tehát akkor több lesz a termésem. Köszönöm. Igen, biztosíthatom, hogy nagyot fog villantani a szomszédai előtt, már egy magasabb fertőzési nyomás mellett egy 15-20%-os termésnövekedés is realizálható.